Szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik rendszeresen hallgatják a webináriumot, és azokat is, akik csak most kapcsolódtak be a téma miatt. Ez a Hitből hidve webinárium külön adása, és a mai témánk a Szent Háromság kérdés lesz. <kül> a Róma levélben ez felmerült ez a téma, és azt ígértem, hogy egy külön alkalmat tartunk róla, ahol ezt a kérdést ki tudjuk beszélni, át tudjuk tanulmányozni, és elég hosszú és nehéz ez a téma. Körülbelül amikor készültem erre, akkor úgy éreztem magamat, mint hogy egy jelenések könyvéről kellene egy órán belül beszélnem, úgyhogy mindenki megértse, körülbelül lehetetlen dolog. De bízom benne, hogy legalább egy gondolatébresztő tudok adni arról, hogy miért is fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni, és miért van ezzel a témával kapcsolatban külön véleményem, és miért kell. Miért, miért fontos az evangélium szempontjából az Istenségnek a kérdése bízom benne, hogy legalább egy gondolatébresztőt tudok ma adni nektek, és további kutatási anyagokat is biztatlak benneteket arra, hogyha kérdésetek van menet közben, bátran tegyétek fel, a végén igyekszem ezekre válaszolni, amire esetleg nem jut idő arra utólag, vagy kommentben, és rengeteg írásos anyagot tudok ezzel kapcsolatban ajánlani számotokra, szintén hozzászólásban majd Megtehetem ezt, vagy megtehetjük ezt ezzel kapcsolatos beszélgetést. De amire mindenképpen kérlek benneteket, hogy Isten előtti alázattal és nyitott szívvel kérjétek az ő vezetését, ahogy most is fogjuk tenni, hogy ő tanítson és vezessen minnyetokat az ő megismerésében. Ebben a kérdésben is. Imádkozzunk. Drága mennyi, atyánk. Hálát adunk neked azért, hogy te kijelentetted magad a te fiad által. Köszönjük neked azt, hogy te adtál nekünk kijelentéseket is a te igédben, hogy megismerhessünk téged, és kérünk, hogy te adj nekünk most alázatos szívet, hogy ahogy a te személyedről, a te igazságodról kutatjuk az igét, te vezessél bennünket, te tanítsál bennünket, hogy félre tudjunk tenni minden előzetes és emberi elképzelést, és megismerhessünk téged úgy, amint vagy. Köszönöm neked Jézus nevében. Ámen. Még egy pillanat türelmet kérek tőletek, mert úgy látom, hogy a csevegés az nem teljesen jól működik nálam. Ezt egy új ablakban kell megnyitnom. Szóval bíztatlak benneteket arra, hogy ha valami kérdésetek merül fel menet közben, tegyétek fel. És szeretnék rá is térni a témára, mert elég hosszú lesz. elnézést, itt tartunk, így. És ezt a szent háromság kérdést, ezt... Négy különböző részre osztottam fel, először is szeretnék arról beszélni, hogy mi a biblia tanítása Istárról, az ő fiáról és a szent szellemről. A második részben arról szeretnék beszélni, hogy mi ennek a tanításnak a jelentősége az evangélium szempontjából. Miért olyan fontos, hogy ezt helyesen értsük. A harmadik pontban arról szeretnék beszélni, hogy a Szent Háromságtan az mit jelent az evangélium szempontjából, miért más evangélium az, amit a Szent Háromság tan tanít, és a negyedik pont pedig kérdések. Olyan, olyan kérdések, amit mindig felszoktak tenni az emberek a Szent Háromságtan kapcsán, és ezekre igei válaszokat szeretnék adni. Nem, átfog, nem, lesz átfogó ez a tanulmány, hiszen egy óra alatt, vagy másfél óra alatt ezt nem lehet kivesézni erről órákat, vagy akár napokat is lehet beszélni, de bízom benne, hogy egy olyan áttekintést tudok adni, ami, amin már tovább lehet indulni, el lehet gondolkodni, és így fogunk haladni ezen az úton. Tehát az első része a tanulmányunknak, az a Biblia tanítása Istenről, az ő fiáról és a Szent Szellemről. Először is az alapige vers, amit minden egyes keresztény nagyon jól tud, aki ezzel a kérdéssel találkozik, az 5 Mózes 6, 6. fejezet 4. 5. versében található, ami ezt mondja, Hald meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ezt az ige verset maga Jézus is idézi, és ezt szeretném megmutatni, hogy hogyan idézi, mert ebből kiderül, hogy ez az Isten, ez az egyetlen úr, vagy egyetlen JHVH, ugye az eredetiben így szerepel, ez valóban egyetlent jelent, és nem pedig egységet. Márk Evangélium 12. fejezet 29. versében, amikor Jézust megkérdezték arra, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, akkor ő maga is ezt idézte. Jézus azt felelte neki, ez az első. Hald Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes álmédből és minden erőddel. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonló ehhez. Szerest fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. És erre így válaszolt neki az írás tudó. Jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más. És szeretni őt teljes szívből, teljesen elméből, stb. Tehát amit szeretnék ebből kihangsúlyozni, mert ezt az ige verset már rögtön nagyon furcsán úgy szokták magyarázni egyes keresztények, hogy amikor azt mondja, hogy az Úr, a mi Istenünk egy Úr, akkor itt egy egységről van szó, hogy itt több személy egységéről van szó, de sem a zsidók, sem maga Jézus nem így értette ezt az igét, hanem úgy értették, hogy a mi Istenünk egyetlen Úr, tehát rajta kívül nincs más. Tehát nem az egységen kívül nincs más, hanem az egyetlen egy személyen kívül nincs más. Azon az egyetlen egy Istenen kívül nincs más. Maga Jézus azonosítja azt, hogy ki volt a zsidók istene, és az ő istene. Jézus ezt mondta, amikor feltámadta halálból, és megjelent Máriának. János evangélium a 20. fejezet, 17. verse. Jézus azt mondta neki, mármint Máriának, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Tehát Jézus teljesen egyértelműen megmondta azt, hogy az ő Istene, az a tanítványok istene is, vagyis a mi istenünk, az ő atya, a mi atyánk. Tehát, ha ezt a kifejezést megnézzük, hogy az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez, akkor teljesen világos, hogy itt ugyanarról az egyetlen egy személyről beszél, az atyáról. Egy másik helyen Jézus ugyanilyen fogalmakkal beszélt az Istenről. János 17. fejezet 3. versében, amikor az Atyához imádkozott, ezt Jézus főpapi imájának is nevezik ezt a szakaszt, ezt mondta: Ez majdnem az imának az eleje. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hát, hogyha valaki őszintén olvassa ezt az igeverset, ebből teljesen egyértelmű, hogy az Isten az egyedül igaz Isten az egy személy téged. Egyes szám második személyben van ez a, ez a kifejezés, vagy ez, hogy téged az egyedül igaz Istent. Tehát két személyről beszél Jézus ebben a, az imádságban, és konkrétan itt ebben a részben, az egyik az a te, az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél érít egyes szám harmadik szemében beszél saját magáról. Jézus Krisztusról. Tehát két szeméről beszél itt Jézus, az egyik az az egyedül igaz Isten, és a másik az pedig, akit elküldött, az egyedül igaz Isten, tudni Jézus Krisztust. Tehát valójában Jézus Krisztus az atyát azonosította az egyedül igaz Istennel. És az apostolok tökéletes összhangban voltak ezzel a tanítással, Pál Lapostól ezt írja 1 Korintus 8. fejezet 4. 6. versében. Tehát ami a bálvány áldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett Istenek, több eszem van, Istenek akár az égben, akár a földön, mint ahogy sok Isten és sok úr van, mert mint a pogányoknál, mindazonáltal nekünk, nekünk, keresztényeknek, nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is érte vagyunk. És egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa. Tehát Pálapostól tökéletesen értette azt, amit Jézus mondott, és teljes összhangban volt ezzel a kijelentéssel, és azt mondta, összhangban azzal, amit a leges legelején olvastunk, hogy a mi Istenünk egyetlen Úr, Jézus azt mondta, hogy ez az Atya, a mi Istenünk, az a Jézus Istene, a mi Atyánk, az Jézus Atya, az az egyedül igaz Isten, és Pál Apostol is ugyanezt mondja, hogy nekünk egy istenünk van, az atya. A pogányoknak sok istenük van, de nekünk egy. Egyetlen istenünk van, és ez az egyetlen isten, ez az atya. Ő tőle van a mindenség, tehát minden tőle van. Ő mindennek a forrása. És Jézus Krisztus, ő pedig, ami urunk. Ő általa van a mindenség. Na, erre majd vissza fogunk térni, hogy akkor ki Jézus Krisztus. Hát ebből ezen a ponton már sokan elkezdik vakarni a fejüket, hát akkor Jézus Krisztus nem Isten. Nézzük meg ki Jézus Krisztus. Mit mond róla a Szentírás? Mit mond róla az Ószvetség, És mit mond maga Jézus Krisztus saját magáról? Már a példabeszédek könyvében említést tesz a Biblia arról, hogy Istennek van egy fia, példabeszédek 30. fejezet 4. verse Istenről beszél, hogy hogyan teremtett, hogy tudod-e, hogy kicsoda ő, tudod-e mi a neve, és mi a fiának neve. Tehát Istennek van egy fia, akinek van egy neve, amit nem lehet tudni, őt nem ismerik az emberek. Ez egy titok. Titok. Titok volt akkor, egészen addig, amíg Jézus ezt ki nem jelentette. példabeszédek könyvében van még egy nagyon érdekes ige A 8. fejezet 22. versétől. Itt maga Jézus az, egész konkrétan Isten fia az, aki bemutatkozik, bölcsességnek nevezi magát, Isten bölcsességén nevezi magát. Egyébként egy korintus, első korintus levél azt mondja Jézus, hogy ő Isten bölcsessége, tehát azonosítja számunkra Isten bölcsességét Jézus Krisztussal, de ha elolvassuk ezt a szakaszt, akkor itt egészen nyilvánvaló, hogy nem Isten ízbeli bölcsességéről van szó, nem egy az ő elmebeli képessége azok, amik valamikor létrejöttek, és egyébként addig meg nem volt bölcs, hanem egy olyan személyről, aki Istennek a bölcsességét jelenti. Az ő az ő örök bölcsességét megtestesíti. Na nézzük meg, mit mond ez a szakasz. Az Úr útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva fölkentje vagyok. Egyébként a fölkent szó az Krisztus, vagy messiás. Ez a. Miért messiás? az egy héber szó fölkentet jelent, a Krisztus egy görög szó és fölkentet jelent. Tehát örök időktől fogva fölkentje vagyok, ősidőktől, a föld kezdetétől fogva. Akkor születtem, amikor még nem voltak mélységek, mikor még semmiféle vízzel teli forrás nem volt, mielőtt a hegyek leülepettek, a halmok előtt születtem akkor, amikor még nem formálta meg a földet, és a mezőket, és a világ első porszemét. Ott voltam, amikor az eget készítette, amikor a látóhatárt a mélység fölött kijelölte, mikor megszilárdította a felhőket odafön, amikor erőre kaptak a mélység forrásai, mikor megszabta a tenger határait, hogy a vizek átnehágják parancsát, mikor kimérte a föld alapjait, mellette voltam, mint kézműves, gyönyörködött bennem minden nap. Mindig ott játszottam szín előtt. Egészen nyilvánvaló, hogy itt nem egy, egy, egy eszméről beszél, mint bölcsességről, vagy egy, egy, nem egy, egy személytelen dologról, hanem egy személyről beszél. Valaki, akiben Isten gyönyörködött, valaki, aki kezdettől fogva ott volt vele, aki ott játszott előtt egyébként, ez a kifejezés is gyermekségre vonatkozik, azt mondja, hogy tőle született régen, a munkái előtt, amikor Isten elkezdte az ő munkáit, ő már ott volt vele. Sőt, mint kézműves volt ott vele, tehát ő is részt vett a teremtés munkájában. És Jézusról pontosan ezt olvassuk kijelentésként az új szövetségben. Na nézzük meg, mit mond az új szövetség Jézusról. Azt mondja róla a legismertebb igevers, talán az egész Bibliában, János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egy szület fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János Apostol az első levelében, 4. fejezet 9. versben szinte ugyanezt mondja. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa. Tehát ez az igevers, ez még konkrétabb abban a tekintetben, hogy világossá teszi, hogy amikor Isten elküldte Jézust, akkor az ő egyszülött fiát küldte el. Tehát Jézus ő nem akkor lett Isten egyszülött fia, amikor megszületett Máriától, hanem Isten a mennyből egy olyan személyt küldött el, aki már az ő egyszülött fia volt. És hogy mikor tol volt az ő egyszülött fia, ezt példabeszédek könyvéből tudjuk. Régen, örök időktől fogva, az útjának kezdeteként. Szóval magyarul nem tudjuk, mikor nem tudunk egy időpontot, vagy egy időintervallumot megnevezni, hogy akkor na mostantól lett Jézus, de ő róla azt mondja, hogy ő egyszülött, ő tőle született. Ez egy különleges kifejezés, az egyszülött kifejezés. Valójában úgy is mondhatnánk, hogy egy különleges gyermek, egyedüli gyermek, Senki más gyermek nincs olyan, mint Krisztus, mint ez az egyszülött fiú. Mert egyébként Istennek sok gyermeke van, sok fia van, az Isten fiak, például az angyalok, Ádámot is úgy nevezi a Biblia, hogy Ádám is Isten fia volt, de ők teremtett gyermekek voltak. Jézus Krisztussal lelemben azt olvassuk, hogy ő egy szülött. És ezt a kifejezést csak és kizárólag Jézus Krisztusra használja a Biblia, mármint Isten vonatkozásában, Isten egy szülöttje, az csak is kizárólag Jézus Krisztus. Tehát ez egy nagyon fontos fogalom, amit meg kell értenünk, amivel meg kell barátkoznunk, ha meg akarjuk érteni az atya és a fiú közötti kapcsolatot. Ugyanis az egyszülött az nem egy akármilyen gyermek. János első fejezet 14. verse ezt mondja róla, az ige Testé lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát az atya egyszülöttje, ő neki saját dicsősége volt. Tehát nem azt mondja ez az ige, hogy láttuk az atya dicsőségét rajta, hanem azt mondja, hogy láttuk az atya egyszülöttjének dicsőségét. Tehát láttuk az ő saját tulajdon dicsőségét, és azt mondja róla, hogy ő maga volt teljes kegyelemmel és igazsággal. Ezt a tanítást a leginkább zsidókhoz írt levélből érthetjük meg, ami megmagyarázza nekünk azt, hogy miért is volt Jézus olyan különleges. Egyébként ajánlom figyelmetekbe, akik esetleg nem hallgattátok még, vagy lemaradtatok róla, Róma Levél webinárium előtt zsidókhoz ért levéllel foglalkoztunk, és rögtön az első fejezetben végig beszéltük ezt a szakaszt, ahogy Jézus Krisztus Isten fiúságáról beszél. Ajánlom, figyelmetekbe hallgassátok meg, vagy esetleg hallgassátok újra, hogy még inkább világosan legyen ez a kérdés. Ezt mondja a zsidókhoz ért levél első fejezet. Többet is fogok idézni most a második verstől. Ez utolsó időkben Fia által szólt hozzánk, mármint Isten, akit mindennek az örök, örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, aki miután bűneinktől megtisztított minket, a felség jobbjára ült a magasságban. Ez a gondolat egyébként később is fog még előfordulni, de most nem erre szeretnék hangsúlyt tenni, hanem arra, hogy azt mondja Jézus, hogy az ő dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása. Tehát Jézus Krisztus, ő Isten dicsőségének a tükörképe, és az ő valóságának, az ő lényének a másolata. Tehát ezt jelenti az, hogy Jézus Krisztus, ő Isten egy szülött fia, hogy ő tulajdonképpen Isten tökéletes másolata. És ebből aztán sok dolog következik. Zsidókhoz írt levél így folytatja, 4. 6. vers. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel náluk különb nevet örökölt. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, ma szültelek téged, és ismét atya leszek, és ő má lesz. Amikor pedig behozza első szülöttjét, ugye ez a szó megint, mikor pedig behozza első szülöttjét a világba, így szól, és imádja őt Isten minden angyala. Ez egy óriási magasság, ahová Krisztus emeltetett, mert azt mondja róla, hogy feljebb való az angyaloknál, és nem akármiért, mert azt mondja, hogy különb nevet örökölt. A Bibliában a név az mindig természetet, jellemet jelent valakinek a, a lényit, a, ami ő maga a teljes valójában. Szóval azt mondja, hogy ő különb nevet örökölt, tehát gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Jézus Tisztus, ő egy más természetű lény volt, mint az angyalok. Sokkal magasabb rendű lény volt, mint az angyalok, és ilyen értelemben egyetlen angyalnak sem mondta, hogy én fiam vagy te, ma szűtelek téged. Az angyalok is Isten fiai voltak de ő nekik soha nem mondta Isten, hogy ma szültelek téged. Jézus Krisztusnak viszont igen. Egyébként ezek bibliai ószvetségi proféciák, kijelentések, amiket zsidókhoz levél Jézus Krisztus alkalmaz, és azt mondja, hogy ez az egy szülött, vagy első szülött, ez azt jelenti, hogy őt imádja Isten minden angyala. Tehát más szóval, Jézus Krisztus, mint Isten egyszülött fia, méltó az imádatra. Márpedig imádni csak az Isten szabad. És így is nevezi. 8. 9. vers, szintén zsidókhoz ért levél első fejezet. A fiúról pedig így szól. A te trónod, ó Isten, mindörökké megáll, és királyságot pálcája az igazság pálcája szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Ezért kent fel téged Isten, a te Istened az öröm olajával társait fölé. Hát ez már önmagában egy olyan ige szakasz, ami egészen megdöbbentő, és nem is olyan könnyű megérteni, hogyha nem vesszük komolyan, amit mond. Egyrészt azt mondja, hogy a fiúról, ezt mondja, a trónod, ó, Isten tehát Istennek nevezi, és megmondja a következő idézetben, mert idézet az, hogy szeretted az igazságot, gyűlölted a gonosságot, ez is Zsoltár idézet, a következő idézetben pedig megmondja, hogy mi az oka annak, hogy Istennek nevezi, hogy miben nevezi őt Istennek. Azt mondja, hogy szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Úgy tudom ezt nagyon egyszerűen lefordítani, hogy Jézus Krisztus ő természet szerint jó. Erre a gondolatra később vissza fogok még térni, maga Jézus azt mondta egy alkalommal, amikor megkérdezt őt egy fiatal ember, hogy miért mondasz engem jónak, nincsen jó, csak egy, az Isten. Vagy senki más nem jó, csak egyedül Isten. De pont ez a lényeg, hogy Istennek a természete az, hogy ő önmagában egyedül jó. És Jézus Krisztus is ezért Isten, mert ő is önmagában jó, önmagában szereti az igazságot, és önmagában gyűlöli a gonoszságot. Erre a gondolatra vissza fogok térni, mert ez az evangéliumnak az egyik sarokköve. És azt mondja, hogy ezért kent fel téged Isten, vajon ki? Hát az előbb Jézust Isten nevezte, most akkor Jézus saját magát kente fel. Nem. Nincs zavar zsidókhoz levélben. Azt mondja, hogy Isten, a Te Istened kent fel téged. Tehát azt, akit Istennek nevez a fiút, az Isten, az ő Istene kente fel. Vagyis tette Krisztussá. Az ő. Társai fölött is. Nagyon érdekes, hogy a társai az itt nem Istenre vonatkozik, nem Isten fölött kente őt fel, tehát nem saját maga fölött kente fel Krisztust, nem is tudom mivé, hanem az ő társai, vagyis az angyalok és az emberek fölött. Érdekes, hogy Jézust a teremtmények társainak nevezi, annak ellenére, hogy egyébként pedig Isten és... Imádat tárgyát képezi. Tehát ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy valójában amikor Isten fiáról beszél az Ige, és Istennek nevezi őt, akkor a természetére utal. Ő isteni lény, isteni természettel rendelkezik. Filippi levél egyébként úgy fogalmaz, hogy Isten formájában volt. Na nézzük, mi a Szent Szellem. Zsoltárok 139. fejezet 7.-8. verse ezt mondja: Hová menjek szellemed elől, arcod elől, hová fussak? Ha mennybe mennék föl, ott vagy. Ha Seolban vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Hát ezen igebb szakasz alapján nagyon-nagyon egyszerűen megfogalmazhatjuk Isten szellemét. Egyszerűen Isten jelenléte azt mondja, hogy a szellemed elől nem lehet elfutni, ha a mennybe mennék föl, te ott vagy. Tehát a te szellemed az te magad vagy. Te magad vagy jelen. Ott, ahol a te szellemed van. Ez könnyű megérteni. Nagyon sok mindent el lehet mondani a szellemről, de most csak egyetlen dolgot szeretnék kiangsúlyozni, még pedig azt, hogy a szellem az a profétaságnak a szelleme. Nagyon sokszor, amikor Isten szelleme emberekre lett kitöltve, vagy embereken nyugodott meg, ilyen kifejezéseket olvasunk, akkor az emberek profétáltak, vagy csodát tettek, vagy megerősödtek, mint például Sámson, vagy nagyon bölcsek lettek, mint Salamon. Tehát különböző képességeket kaptak, különböző Csodálatos tetteket hajtottak végre. De maga a kifejezés nagyon érdekes, amit használ a Biblia ezekkel az eseményekkel kapcsolatban. Itt Mózesről olvasunk, 4 Mózes 11. fejezetében, 24-25. versben, amikor Mózes 70 másik társat kapott, akikre rászállt Isten szelleme, hogy tanítsák az embereket és ítéletet tegyenek. És azt olvassuk, akkor leszállt az úr felhőben, és szólt neki, és szakított abból a szellemből, amely ő benne volt, és a hetven vénnek adta. milyen pedig megnyugodott rajtuk a szellem, menten profétáltak, de máskor nem. Ez önmagában egy nagyon-nagyon érdekes igeszakasz, mert ebből úgy tűnik, hogy ebből a szellemből lehet szakítani, és ez a szellem meg tud nyugodni embereken. Furcsa kifejezések. Jó 2-ben egy proficiát olvasunk arra, hogy ez a szellem, ez a profétaság szelleme, ez a jövendőben, ez nagy mértékben ki fog töltetni jó, el 2.28-29-ben ezt olvassuk azután, kiöntöm majd szellememet, minden teste, fiaitok és lányaitok profétálni fognak, vénétek, álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló lányokra is kiöntöm szellememet azokban a napokban. Tehát az Isten szellemét, Isten kiönti, azt mondjuk az én szellememet, kiöntöm bármit is jelentsen ez, önmagában egy nagyon furcsa kifejezés, különösen akkor, ha valaki úgy gondolja, hogy a Szent Szellem az egy harmadik isteni személy. De most nem akarok rátérni még a Szent Háromság tanra, hanem azt szeretném megmutatni, hogy mit mond róla a Biblia. Maga Jézus egy nagyon fontos kijelentést, egy új kijelentést adott a szellemről, amikor a Samári asszonynal beszélgetett. János Evangélium 4. fejezetében 21 től 24. versig olvassuk ezt a beszélgetést, és Jézus itt ezt mondta. Jézus azt mondta neki, hogy az asszony kérdés az volt, hogy melyik hegyen kell imádni Istent, a Garizim hegyén, Samáriában, vagy pedig a Sion hegyén, Jeruzsálemben. Jézus azt mondta neki, asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az atyát. De eljön az óra is, az most van. Amikor az igaz imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten szellem. És akik őt imádják, azoknak szellemben és igazságban kell őt imádniuk. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ki is ez az ő, akiről itt Jézus beszél. Azt mondja Jézus, hogy az Atyát fogjátok imádni, az Atyát imádják az igazi imádók szellemben és igazságban, az Atya keres imádókat. Tehát amikor azt mondja, hogy ez Isten szellem, akkor azt mondja, hogy ez Atya szellem. És akik őt imádják, azoknak szellemben és igazságban kell őt imádniuk. Tehát valójában maga Jézus Teljesen egyértelművé teszi, hogy az Atya az Isten természete, valójában szellem. Tehát az, hogy őt a mennyben egy trónon lehet látni, ez úgy is mondhatnám, hogy Istennek egy kényelmi funkciója. Azért, hogy korlátokhoz kötött lényekkel, személyekkel interakcióba tudjon lépni egy, Közvetlenebb szinten lehessen őt látni, lehessen őt hallani. Egyszerűen Istennek tetszett az, hogy legyen egy alakja a mennyben. De maga Jézus azt mondja, hogy alapvetően Isten szellem, Isten nincs helyhez kötve. Pontosan ugye ez az egész beszélgetésnek a lényege hogy Isten nincs a Garizim hegyéhez kötve, Isten nincs a Sion hegyéhez kötve, Isten sehová nincs kötve, Isten nincs sehol oda láncolva, nincsen egyetlen templomhoz sem oda kötve. Isten nem lakik emberkéz által készített épületekben. Egyetlen templomban sem lakik Isten. Mert Isten szellem, ezt mondja Jézus. És hogyha szellem, akkor őt szellemben kell imádni. És tulajdonképpen ezzel Jézus azt mondja, hogy Isten mindenhol ott van, és van egy mód, ahogyan őt imádni lehet. Tehát őt nem hely, helyben lehet imádni, hanem egy módon lehet imádni. Mégpedig szellemben. Hát, hogy ez mit jelent, arra most nem akarok kiterni. Majd később visszatérek erre a gondolatra, amikor az Evangéliumról fogok beszélni. Van egy másik érdekes jelenség, amikor Jézus megkeresztelkedett. Akkor látjuk azt, hogy az atya szólt hozzá. Máté evangélium a 3. fejezet, 16-17. versében. Ezt olvassuk. Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és így, íme, megnyílt neki a mennyis, látta, amint az Isten szelleme leszáll rá, mint egy kalamb. És íme egy mennyi hang ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ezt az ige verset idézhettem volna a negyedik szakasznál is, ahol a, a kérdéses részek vannak. De azért idéztem most, mert a következő vers az pontosan erről szól. Egyrészt eleve azt mondja, hát vannak, akik úgy ábrázolják Isten szellemét, mint egy kalambot. Tehát van az atya, meg van a fiú, meg van a galamb. Nem, az Isten szelleme nem egy kalamb, az Isten szellemét maga a Biblia legtöbbször vagy vízként, vagy olajként, vagy szélként szimbolizálja. Egyedül itt látható egy kalamb, mint jelkép, de akkor sem a Szent Szellemnek a jelképe, hanem azt mondja, hogy Isten szelleme szállt rá. Tehát ez az Istennek a szelleme. Ez az Istené a szellem, és Istené a hang. Tehát a mennyei hang azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam. És hogyha valakinek a fiáról van szó, akkor tudjuk, hogy ez a valaki az az atya. Tehát nem a Szent Szellem jött le, és nem a Szent Szellem szólt, hanem az Atya szólt, és az Atya szelleme szállt le. Tehát ő az, aki bizonyságot tett Krisztusról, és nézzük meg, hogyan kommentálta ezt Péter Apostol. Apostolok cselekedetei 10. fejezet 37. 38. vers ezt mondja. Tudjátok, mi történt Galiliától kezdve egész Júdában, azután, a keresztség után, amelyet János prédikált, hogyan kente fel Isten a názáreti Jézust szent szellemmel és hatalommal, aki amerre csak járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmában volt, mert az Isten volt vele. Tehát tisztázzuk akkor, amikor leszállt a szent szellem, és hallatszott ez a mennyei hang, ez Jézus Krisztusnak a felkenetése volt. Isten kente fel a názáreti Jézust szent szellemmel és hatalommal. Ezt nem én mondom, ezt Péter apostol mondja. Tehát Isten felkente, ugye olajjal szokták felkenni a messiásokat, vagyis a a Krisztusokat, mindenki, aki, aki olajjal fel van kenve, az Krisztus, tudnélik a proféták, a papok és a királyok, azok mind felkentek, olajjal lettek felkenve, és Krisztust is, Krisztus is fel lett kenve, de ő nem olajjal, hanem szent szellem mellett felkenve, és ki az, aki felkente őt, Isten az, aki felkent. Ugye ez a felkenés egyébként egyszerűen egy beiktatási ceremónia. Alkalmassá nyilvánítja őt annak a közszolgálatnak a betöltésére. Profétai, papi vagy király szolgálat. Attól függően, függően, hogy éppen kit kentek fel. Tehát azt mondjuk, hogy Jézust Isten kente fel, az Atya kente fel, és látjuk a képben, hogy Isten szelleme szállt rá, Isten az, aki szólt, Amennyiből, hogy ez az én szeretett fiam. Ő az, aki alkalmassá nyilvánította őt a szolgálatra, és amikor felkent őt a Szent Szellemmel, akkor, és csodákat tett, akkor ezt úgy magyarázza, hogy mert az Isten volt vele. Tehát nem azt mondja, hogy mert a Szent Szellem vele volt, hanem azt mondja, hogy az Isten volt vele. Tehát maga az Atya volt vele, és egyébként maga Jézus is állandóan így hivatkozott az ő tetteire, hogy az atya az, aki cselekszi bennem ezeket a dolgokat. Egy nagyon-nagyon fontos aspektusa a Szent Szellemnek az, amiről Jézus beszélt János Evangélium a 7. fejezetében. És hogyha igazán meg akarjuk érteni, hogy mi tulajdonképpen a Szent Szellem, akkor ez a kulcs, ez a kulcsigevers. János 7. fejezet 37-39. vers. Ezt mondja. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, amint az írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. Ez pedig a szellemről mondta, akit kapnak majd a benne hívők, mert még nem adatott a Szent Szellem, mivel hogy Jézus még nem dicsőült meg. De az ige szakasz már önmagában is nagyon érdekes, mert hát az előbb olvastunk arról, hogy Mózes idejében is volt Szent Szellem. Nagyon is volt, hát Mózes is kapott, sőt, 70 próféta is kapott. Az összes proféta a Szent Szellem által profétált. Úgy mondhatja azt akkor, János 7. fejezetében, hogy még nem adatott a Szent Szellem, mivel, hogy Jézus még nem dicsőült meg. Lehet esetleg arra gondolni, hogy lehet, hogy akkor, amikor Jézus a Földön volt, akkor nem volt Szent Szellem, de ez sem igaz, mert maga Jézus is a Szent Szellem által tett csodákat, és a tanítványainak is adott hatalmat arra, hogy csodákat tegyenek. Nyilvánvalóan nem ők voltak ilyen erősek, hanem azt is, a Szent Szellem által tették? Hogy mondhatja azt akkor, még nem adatott a Szent Szellem? Nagyon érdekes, hogy Jézus megdicsőüléséhez kapcsolja a Szent Szellem ajándékát. És van egy másik igevers, ami ugyanerről a, az ellentmondásról beszél, hogy akkor most volt Szent Szellem, vagy nem volt Szent Szellem. János 16. fejezet 7. vers ezt mondja. De én az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt hozzátok. Hát, hogyha Jézus nem ment volna el, akkor nem jött volna el a vigasztaló. Hát erre sokféle magyarázatot ki lehet találni, de a legkézen fekvőbb az, hogy nem tudott eljönni addig a vigasztaló, mert valamiért a vigasztaló Jézushoz van kötve. Figyeljük meg, mit mond az isletett apostoli kijelentés. Pünköskor, amikor ez megtörtént ténylegesen, amikor ez a vigasztaló eljött. Figyeljük meg, mit mond a prédikációjában Péter apostol. Második apostolok cselekedetei második fejezet 32.-33. verse. Ezt a Jézust Isten feltámasztotta, és ennek mi minnyáján tanúi vagyunk. Miután tehát az Isten jobbjára felemeltetett, és megkapta az atyától megígért szent szellemet, kitöltötte azt, amint most látjátok és halljátok is. Tehát más szóval, Jézus felemeltetett Isten jobbjára, tehát az Isten az Atya, az ő jobbjára felemeltetett, megkapta az Atyától a megígért szent szellemet, és kitöltötte azt. Tulajdonképpen ugyanazt mondtam, mint a vers, nem változtattam rajta semmit. Hát azt mondja, hogy Jézus, az atyától kapta a szent szellemet, és ő töltötte ki a szent szellemet. Tehát azt látjuk, hogyha ha maga az atya töltötte volna ki a szent szellemet, akkor a vigasztaló nem tudott volna eljönni. Tehát a vigasztaló valahogy Jézushoz kapcsolódik. És hogy, hogy kapcsolódik Jézushoz, azt magának Jézusnak a szavaiból is megérthetjük, de az apostolok még inkább kifejtik ezt, különösen Pál apostol. Amikor Jézus megígérte a vigasztalót, figyeljük meg, mit mondott. János 14. fejezet 16. a 18. verse. És én kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazság szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, én eljövök hozzátok. Elnézést. Azt mondja Jézus, hogy ez az igazság szelleme, akit majd kaptok, ez a más vigasztaló, ezt ők azért nem ismerik, mert azért nem fogadják be, mert nem ismerik őt. De ti, ti, az én tanítványaim, ki már ismeritek, mert már most nálatok lakik. És a jövőben pedig bennetek lesz. Ki volt az, aki a tanítványokkal együtt lakott, és utána pedig bennük volt? Jézus az, aki a tanítványokkal együtt lakott, ezért ismerték őt. És ezt mondja Jézus, én eljövök hozzátok. Tehát más szóval Jézus teljesen egyértelműen mondja, hogy ő az, aki el fog jönni szellemként, az igazság szellemeként. És pontosan erről beszél Pálapostól. 1 Korintus 15.45-ben például így is van megírva az első ember Ádám élő lélek lett, az utolsó Ádám megelevenítő szellemé. Tehát teljesen egyértelmű, félreérthetetlen, az utolsó Ádám az ember. Az utolsó Ádám az az utolsó, vagy egy, egy, egy második emberi fajnak az atya. Ugyanúgy, hogy az első ember Ádám az emberiség atya, ugyanúgy az utolsó Ádám is az új emberiség, vagy az utolsó emberiségnek az atya, és ő egy megelevenítő szellemmé lett. Tehát itt még csak nem is azt mondja, hogy küldött egy megelevenítő szellemet, hanem ő maga. És nem azt mondja, hogy Jézus Krisztus Isten fia a megelevenítő szellem, hanem az utolsó Ádám, mint ember. 2 Korintus 3.17-ben azt mondja, hogy az Úr pedig a szellem, ahol az Úrnak szellem, ott a szabadság, ennek általában csak a második felét szokták idézni, keresztények, pedig az első fele legalább olyan fontos, és ha elolvassuk 2 Korintus 3.17-et, akkor ott teljesen egyértelművé tesz, hogy az az Úr, akiről beszél, az Jézus Krisztus. Ő az, akiben eltűnik a lepel, ami, ami, ami nem tudják megérteni az új szövetséget. Szóval az Úr Jézus az a szellem. Amikor a szellem szolgálatáról beszél Pál az új szövetségi tapasztalatról, akkor azt mondja Pál Lapost, hogy az Úr, az Úr, maga Jézus Krisztus az a szellem. Az ő élete, ez a megelevenítő szellem, mint ember. És itt szeretnék rátérni arra, hogy mi ennek a tanításnak az evangélium jelentősége. Visszatérnék arra, amit már említettem is, maga Jézus kijelenti ezt az igazságot, ezt az alapigazságot Lukás 18-19-ben, azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak egyedül Isten. Tehát más szóval, hogyha én jó vagyok, az azt jelenti, hogy én nekem isteni természetem van? Mert senki más nem jó, csak egyedül Isten. Márpedig maga Jézus szintén maga Jézus jelenték. ezek, jelenti ki ezeket az alapigasságokat. Ezek adják az evangéliumnak az erejét. Ezt mondja Jézus János 3.6-ban. Ami testtől született, test az. És ami szellemtől született, szellem az. Önmagában erről az egy igeversről lehetne egy teljes órát beszélni. Tartottam is egyszer erről egy, egy, előadást, az a cím, hogy a mag törvénye. Szeretem így hívni ezt a kifejezést, vagy ezt, a, ezt az alapelvet, mert a Bibliában nagyon sok szó van a magról, a magról, mint, mint Isten országának a, a lényegéről, és Isten országának a működését Jézus nagyon sokszor a mag maggal kapcsolatos példázatokban mutatta be, és ezeknek a példázatoknak a a krémje, vagy a, a a színe az, hogy minden öröklés által adódik tovább a természet, ami a lényeg ami lényegileg meghatározza egy-egy élőlénynek a működését, az öröklés által adható tovább. Ami testtől született, test az, és ami szellemtől született, szellem az. Tehát ugye a mag, mint az öröklésnek, vagy az, a, az örökítő anyag, ugye a mag az örökítő anyag, az, tud egy új életet nemzeni, egy új életet létrehozni, és a mag magában hordozza a természetét, annak az új életnek a természetét, és erre hivatkozik Jézus. Ez az az alapigasság, amit kijelent, hogy természetet csak és kizárólag születés által lehet tovább örökíteni. Ezért is olyan fontos az, hogy Jézus Krisztus ő Isten egy szülött fia, mert neki tökéletesen isteni természete van, az öröklés törvényei szerint, amit Isten fektetett le. És ami az evangélium szempontjából minket illet, számunkra is ez a megoldásnak a titka. János Apostol nagyon sokat beszél erről, különösen az első levelében. Például harmadik fejezet 9. versben ezt mondja senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem védkezhet, mert Istentől született. Hát a legtöbb keresztény ezt az igeverset leginkább csak kimagyarázza, ahelyett, hogy elhinni, hogy a mag az, amiben benne van az az erő, ami működik, és azt eredményezi, hogy felül emel bennünket a régi életünkön. A mag törvény alapján, az új természet törvény alapján. És ötödik fejezet, János első level, 5. fejezet, negyedik, ötödik, ötödik, versében ugyanezt mondja János. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia, ezért nagyon fontos tanítás az, hogy Jézus ő Isten egy szülött fia, mert ez azt jelenti számunkra, hogy Jézus ő Isteni természettel rendelkezik. És ő azért győzött, mert ő Istentől született. És mi is azért győzünk, mert mi is ugyanebből a természetből születtünk újjá. Ez egy egészen megdöbbentő gondolat. Megígérem, hogy Róma levél tanulmányozása során, ugye most a Róma levél webináriumtól tértem el egy kicsit, hogy ennek a témának egy kicsit részletesebb kifejtést tudjak adni, de ígérem, hogy Róma levélben részletesen fogok erről beszélni, hiszen maga Pálapostól részletesen ecseteli az evangéliumnak az erejét és itt van ez a nagy titok a mag törvényében. Egy másik nagyon fontos evangéliumi alapelv, szintén pálapostól fejti ki ezt Efézus levélben, az az, hogy minden, ami számunkra áldás, az Krisztusban van. Azt mondja Efézus elvére első fejezet harmadiktól hatodik verse. Áldott az Isten, ami Urunk, Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Mert kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk ő előtte. Szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amelyel megajándékozott minket a szeretetben. Válapostolnak ez egy nagyon gyakori, újra és újra visszatérő kifejezés, hogy Krisztusban. És nem is nagyon lehet ezt másként megérteni, csak akkor, hogyha megértjük, hogy Krisztus maga a mag. És ebben a magban van benne minden áldás, és amikor ez a mag belénk kerül, akkor minden áldás birtokosává válunk. Ő benne te helyezett el Isten minden áldást. Ő az, aki el van fogadva, ő az, aki meg van áldva, ő az, aki ki van választva, ő az, aki szeretve van, megajándékozva minden ő. Az evangélium Jézus Krisztusban összpontosul, és ezért olyan erős az evangélium, mert független tőlünk. Tehát Istennek nem kell bennünket külön megáldania, nem kell hozzá méltóvá válnunk, mert Jézus Krisztus tökéletesen méltó volt Isten minden áldására, és őt áldotta meg Isten. És őt maggát tette, megelevenítő szellemét tette, majd erre fogok rátérni, és hogyha ez a mag bennünk van, akkor birtokolunk minden áldást. Ő benne. Ő általa. Nem fogom felolvasni az egészet, de <kül> kicsit szeretnék gyorsítani a, a tempón, hogy végére tudja kérni. János első level 5. fejezet azt írja, hogy az élet, ez az örök élet, ez Isten fiában van. Aki a fiú, az az élet. Minden ott van benne Krisztusban. Az örök élet is Krisztusban van. Róma Levél 8. fejezet 9. 10. verse ezt mondja. Ki azonban nem test szerintiek vagytok, hanem szellem szerintiek, ha valóban Isten szelleme akik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Ha pedig Krisztus van bennetek! A test ugyan halott a bűn miatt, a szellem azonban él a megigazulás által. Tehát Pánapostól itt fűzi egybe ezt az egész tanítást, tudnélik azt, hogy Isten szelleme az az újszövetségi keresztények számára, ez tulajdonképpen Krisztus szelleme, és gyakorlatilag maga Krisztus. Maga Krisztus az, aki bennünk van, mint mag. Csak nem testileg van bennünk, hanem szellemként. És ezért mondta azt Jézus a Nikodémussal való beszélgetésben, János harmadik fejezetében olvasunk erről, hogy ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ez nem a jövendőbeli örök életről szól, hanem arról, hogy nem tudjuk megtapasztalni azt, amit Isten elkészített az emberiségnek, az ő uralmának a működését. Víztől és szellemtől kell születni, mert ami testtől született, az csak test. A természetnek a megváltozására van szükség, ezért kell újjászületni. születni. Pálapostól azt mondja egy Korintus 6.17-ben, aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő Ez egy döbbenetes kijelentés, érdemes rajta többször elgondolkodni, aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Talán ez az, ahol leginkább megközelíti Pálapostól azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus bennünk lakik, valójában a mi szellemünk egyesül Krisztus szellemével, és Jézus erről így beszélt János Evangélium a 17. fejezetében, 22. 23. versben, ugye ez a főpap imája. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Gyönyörű szép képben összefoglalja Jézus, hogy hogy is működik ez a dolog. Én ő bennük, és te én bennem. Tehát Isten szelleme van Krisztusban, és Krisztus szelleme pedig bennünk, és így vagyunk egyek az atyával és a fiúval. És az utolsó, amit szeretnék megemlíteni, utolsó ige, amit még megemlítenék itt, a, arról, hogy mi, ebből az egész, mi, a, mi a jelentőség ennek az egésznek. Hát az a jelentősége, ahogy Péter második, második levelében, az első fejezet, harmadik, negyedik versében mondja, hogy ebben óriási erő van, az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve azt a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világban. Tehát más szóval, az az ajándék, amit kapunk ebben az evangéliumban, az az életünknek a teljes megváltozása, egy olyan erő, ami átformál bennünket, ebben minden benne van, ami az életre és a kegyességre való. Nincs apró betűs rész. Minden benne van. Minden működik benne. Hát nem tanítás szintjén van benne minden, hanem erő szintjén van benne minden. Napokat tudni kell erről beszélni. De szeretnék tovább lépni, vagy magáról, arra a témáról is fel, egy csak egy-két szót, hogy. Mi a helyzet akkor a Szent Háromsággal? Hát, hogyha eddig figyeltetek, akkor talán így érthetővé válik, hogy a Szent Háromság tan az nem egyeztethető össze az evangéliummal, míg az Istenről szóló tanítással sem, az evangéliummal sem. Nem szeretnék túl sokat időzni magán a Szent Háromság tanon, és venni, hogy ki mit mond róla is, hogy miért olyan furcsa ez az elmélet, de néhány dolgot szeretnék mondani arról, hogy hogyan teszi tönkre a Szent Háromság tanítása az igazi evangéliumot. Mi minden következik belőle? Először is a Szent Háromság tan, mivel azt mondja, hogy az Atya, Fiú és a Szent Lélek az mind a három egyenrangú Isten, Isteni személy, ezért azok, akik a Szent Háromságban hisznek, azok, amikor arról van szó, hogy Jézus Krisztus az atyának az egyszülött fia, a teológusokat kérdezel meg róla, azt fogják mondani neked arról, hogy mit jelent az egyszülött, azt fogják neked mondani, hogy ez csak jelképes nem kell szó szerint érteni, hogy ő született. Ő nem született, mert akkor nem lehet ugyanolyan örök, mint az atya. Tehát ahhoz, hogy teljes egyenlőség vagy egyenrangúság legyen az isteni személyek között, ott nem lehet származási kapcsolat az isteni személyek között. Ugye ezt megmutattam az előzőekben is, hogy Jézus Krisztus maga mondja azt, hogy ő Isten fia, Élde a beszédek könyv arról beszél, hogy ő született, hogy ő Isten képmása, a visszatükröződése. És az az ige, ahol kifejezetten Krisztus születéséről van szó, szóval a földi születéséről, Mikás könyvében az ötödik fejezet, második vers, ezt mondja róla, hogy, Efratának Betleme, bár kicsiny vagy Júda nemzetségi között, belőle származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Ugye ezt a zsidók is tudták, ez a messiásra vonatkozó ígéret, egyértelműen Jézusra vonatkozik, de figyeljük meg, mit mond róla a vége. Akinek származása a kezdetekig nyúlik vissza az ősidők napjáig. Tehát az, aki Betlehemben meg fog születni, a profícia az még jövőbe teszi, az a személy, az már korábban származott, Istentől a kezdetekben, az ősidők idők napjában, amit nem lehet időben megfogalmazni, de van származása. És hogy ez miért olyan fontos, azért olyan fontos, mert ahogy beszéltünk róla, egyedül Isten jó, és a jóság, vagy az isteni természet az csak és kizárólag születés által adható tovább. Csak, elnézést, csak a mag törvénye biztosítja a jóságnak a továbbadását, vagy a jóságnak a, a megélését. Egy másik nagyon-nagyon súlyos következménye a Szent Háromság tannak, az az, az a gondolat, hogy a kereszt áldozat az arra való volt, hogy Isten haragját lecsillapítja. Lecsillapítja. Tulajdonképpen egy jogi megoldás volt a kereszt áldozat. Erről szintén nagyon sokat lehetne beszélni. Kolossi levélben pont az ellenkezőjét olvassuk. Kolossi első fejezet 20. 22. versében ezt mondja. És hogy általa békéltessen meg mindent magával úgy a földön, mint a mennyben békességet szerezve keresztjének vére által. Hát azt mondja, hogy Jézus Krisztus keresztjének vére az megbékélést hozott. De kinek hozott, kiket kellett békéltetni? Így folytatja, titeket is, akik egykor idegenek és ellenséges érzületűek voltatok a gonosz cselekedetek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. És ha valakinek esetleg az, az lenne a gondolatában, hogy Jézus Krisztus az atyát békeltette a mennyben, annak tudok mutatni egy másik verset, most ezt nem idéztem, de utólag kikereshetem, ahol kifejezetten azt mondja, hogy az angyalokat az angyalokat kellett békeltetnie, az angyalokat is össz egybe kellett szerkesztenie Istennel. Tehát szó nem volt arra, hogy Istent békeltetnie kellett Jézusnak. Jézusnak egyáltalán nem kellett az atya haragját lecsillapítania, egyáltalán nem haragudott az atya, egyáltalán nem kellett neki vér áldozat ahhoz, hogy ő meg tudjon bocsátani, Jézus Krisztus áldozatára egészen más okból volt szükség. És erről beszél, erről beszél tulajdonképpen Pálapostól, hogy ő bennünket békéltetett meg. Bennünk eredményez a kereszt olyan változást, vagy ennek a keresztnek az eredménye, vagy a keresztnek a, a gyümölcse, az ereje, ebben egy olyan erő van, ami bennünket változtat meg. És hogy ennek a Szent Háromsághoz? Hát az a köze a Szent Háromsághoz, hogy ha csak a kereszt áldozat az, az atya és a fiú között van, akkor hogy jön el ez a kegyelem hozzánk? Mert hogy bennünket effektíve mi nekünk effektív a Szent Lélekkel, vagy a Szent Szellemmel van kapcsolatunk. Jézus a mennyben van, az Atya a mennyben van. Ha a Szent Háromságban hisz valaki, akkor az abban hisz, hogy mi a Szent Szellemmel vagyunk közösségben, ami egy harmadik isteni személy. Nem az Atya, és nem Krisztus. Kül kifejezetten olvastam egy ilyen tanulmánytól, kifejezetten ezt hamsúlyozt, hogy a Szent Lélek az nem az Atya, és nem Krisztus. Akkor mi az értelme annak, hogy Jézus kereszt áldozatot halt? Hát az, hogy kiengesztelj az atyát, nem? És tényleg ezt tanítják. Mert hogy ha a Szent Szellem egy örök harmadik isteni személy, akkor tulajdonképpen a Szent Szellem, mint harmadik isteni személy, az az égatta világon semmit nem változott. Hát az atya ő mindig is a mennyben volt, a Szent Szellem az mindig is mindenhol volt, a fiú, ő pedig egy ideig a mennyben volt, aztán lejött a földre, aztán visszament a mennybe. De a Szent Szellem az mindig is ugyanaz volt. De né, Jézus nem erről beszélt. Jézus azt mondja, hogy még nem adatott a Szent Szellem, mivel hogy Jézus még nem dicsőült meg. Tehát a Szent Szellem az Jézus Krisztushoz kötődik, nagyon is kötődik. Az a Szent Szellem, amit a proféták kaptak a profétaság szellemeként, az nem ugyanaz, mint amit az új szövetségi hívők kapnak. És itt iszonyúan csorbul az evangélium a Szent Háromságtan miatt pontosan ezen a ponton. Ugyanis, hogyha a Szent Szellem ugyanaz volt az új szövetségben is, mint az új szövetségben, már pedig a Szent Szellem nem lett emberré, ezt senki nem állítja, akkor az új szövetségi hívők tulajdonképpen ugyanúgy újjá születhettek, mint az új szövetségi hívők, nem? Miért az új szövetségi hívők nem születtek újjá? Hát nem! Zsidókhoz írt levél 11, 11. fejezet 39. 40. mondja, és mindezek, olvassuk el zsidók 11-et, az összes új szövetségi hívő benne van nem mindenki van felsorolva, de benne van a hithősök, Énok, Illés, Mózes, Noé, Ábrahám, és a többi. És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet, mivel Isten mi felülünk valami jobbról gondoskodott, hogy nélkülünk tökéletességre ne jussanak. Önmagában, hogyha aki nem ismeri zsidókhoz írt levelet, gondolhat arra, hogy itt a ha mennyi örök életről van szó, akkor mit kezdünk énokkal is, illéssel? Mert ő is benne van a felsorlásban, és róluk tudjuk, hogy ők halál nélkül ragadtattak el a mennybe. Hát ők már jóval előttünk a mennyben voltak. Tehát akkor teljes ostobaságot írna a zsidókhoz írt levél, de nem ostobaságot ír, hanem arról beszél a zsidókhoz írt levél, hogy az, amit Jézus Krisztus elhozott az emberiség számára, az az új élet, az a szellem, az az ígéret, az a mag, az nem volt elérhető az új szövetségi hívők számára. Az ő számukra nem volt újjászületés. Megtérés az volt, hit az volt, reménység az volt, de az újjászületés nem volt elérhető számukra, egész egyszerűen azért, mert Jézus még nem dicsőült meg. Nem létezett a mag, nem létezett az a Szent Szellem, ami újjá tudta volna őket szülni, ami örökséget, egy emberi örökséget tudott volna nekik adni. És éppen ezért olyan szörnyűséges az, Ahogyan a Szentháromság tan megcsorbítja az evangéliumot, mert ez szerint Jézus Krisztus kereszt áldozata, az tulajdonképpen csak egy papírmunka volt. Mert ugyanaz, ami a kereszt előtt elérhető volt, ugyanaz volt a kereszt után is elérhető, csak úgymond kellett egy szignó, egy véres szignó a papírra. Hogy jó, akkor most már jogilag is stimmel a dolog. De nem ezt mondja az ige, jelenések 12. fejezet 10. verse, ami pontosan arról beszél, hogy amikor Jézus felment a mennybe, és megdicsőült, akkor ez történt, és nagy hangot hallottam a mennyben, amely ezt mondta, most jött el a mi Istenünk üdvössége és ereje, és az ő országa és Krisztusának hatalma, mert levettetett a mi testvérénk vádolója, aki vádolta őket éjjel és nappal, ami Istenünk előtt. Óriási változás történt, amikor Jézus Krisztus felment a mennybe. Azt mondja, hogy most lett meg az üdvösség, eddig nem volt üdvösség. Igen, azok az emberek, akik fenn voltak addig a mennyben, énokról is élésről konkrétan tudjuk, meg Mózessal is ő feltámadt, és úgy ment fel a mennybe, ő nem volt üdvösségük egészen addig, amíg Jézus Krisztus fel nem ment a mennybe, és meg nem kapta az atyától a megígért szent szellemet, és nem töltötte ki mindazokra, akik a földön voltak, és mellesleg, akik a mennyben voltak már. Ő rájuk is csak akkor tudta kitölteni, és ez volt az üdvösség. És az erő, mert addig nem volt erő. Nem volt erő, amivel győzni lehetett volna Miért? Ezért nagyon fontos az, hogy az elejéről induljunk ki, egyedül Isten jó. Nem lehet jóvá válni egyetlen embernek sem. Jóvá csak születni lehet. Szellemtől. És ez a szellem, amitől az újjá lehet születni és jóvá lehet születni, az még csak nem is Isten szelleme, hanem az életadó Krisztus az életadó emberi, Isten emberi Krisztus. Mi a helyzet a Szent Lélek Istennel? A Szent Háromság tan szerint van az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Lélek Isten, Szent Szellem Isten. Azt mondja az ige, egy János háromban a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal van. Nekünk nem a Szent Lélek Istennel van közösségünk, kettő személlyel van közösségünk az Atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Erre még vissza fogok térni egyébként erre az igére, De maga Jézus Krisztus ezt mondta János 17.3-ban, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedülig az Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Két szeméről beszél. Ez az örök élet. Két személynek a megismerése, vagy a, a velük való közösség. Erre vissza fogok térni a Szentlélek közösségére, de még egy gondolatot szeretnék így a végére beszúrni, hogy mekkora zavart kelt a Szent Háromság tan az örökké valóság perspektívájában is. Isten, a bárány és harmadik hol van. Jelenisek könyvben nagyon-nagyon sokat beszél nekünk arról, hogy mi van a mennyben, és azt mondja, a többi itt igeverset is idézek, 7. fejezet, 10. versét, 21. fejezet, 22. versét, 22. fejezet, 3. 4. versét, mindenhol csak Istenről és a bárányról van szó. Ugye Isten az atya, a bárány pedig Jézus Krisztus, a fiú. És hangosan kiáltottak, ami üdvösség, az üdvösség, ami Istenünk aki a trónon ül, és a bárányi. Nincs. A Szentléki nem az üdvösség. Templomot nem láttam abban, mert az Úr a Mindenható Isten, és a bárány annak temploma. A Szentlek nem a temploma. Semmi elátkozott nem lesz többé és az Isten és a bárány trónja benne lesz. És szolgái szolgálnak neki, és látják az ő arcát, és az ő neve a homlokukon lesz Isten neve. Isten és a bárány trónja lesz az új Jeruzsálemben. A Szent Dileknek nem lesz trónja. Istennek és a báránynak van trónja. Kettő személyről beszél jelenések könyve. Két isteni személyről, aki méltó az örökkévaló imádatra és a hálára. És ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, mert aki három isteni szemében hisz, az egy olyan személynek ad teret, akiről semmit nem tud, aki titokzatos, és imádat tárgyává lehet tenni, mint Istent, holott nem imádat tárgya, mert csak két isteni személy van, aki imádat tárgya, az Atya és az ő isteni egyszülött fia. És hogyha a harmadik szemét berakunk ebbe a képbe, van egy olyan személy ebben a világegyetemben, egy másik szellem, aki nagyon is szeretné, hogyha őt imádnánk. És ez a valaki, ez nem más, mint Lucifer. Ez egy óriási veszélye a Szent Háromság tannak, és óva intek mindenkit attól, hogy olyan gyakorlatot gyakoroljon, amire az ige sehol nem ad semmilyen módon felhatalmazást, vagy bátorítást, vagy bármilyen módon nem támasztja alá ezt a gyakorlatot, hogy a szent lélekhez imádkozzunk, vagy a szent lelket Istenként dicsőítsük, vagy imádjuk. Sehol az egész Bibliában, sem az Ó, sem az Új Szövetségben nincs ennek a gyakorlatnak semmilyen alapja. Én meg egy kicsit kezdek kifutni az időből, amíg ezt a gondolatot szeretném befejezni. Azt mondja Jézusról és az atyáról az örökkévalóság perspektívájában, pálapostól, hogy ők nem felcserélhetőek. Nem úgy, mint hogy a Szent Háromság tanítja. Tehát nagyon egyértelmű rend van közöttük. Az atya Krisztus feje, és Krisztus aláveti magát az atyának, alárendeli magát az atyának, noha most megbízott úr és innen lehet megérteni egyébként azt is, hogy miért mondja azt, hogy egy Istenünk van az Atya, is, egy Urunk, a Jézus Krisztus. Azért, mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Felolvasom ezt az igét, hogy világos legyen, 1 Korintus 15.22-től. Mert amint áldában mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki megelevenedik, tehát a feltámadás a téma. Mindenki a maga rendje szerint. Az első zsenge Krisztus, azután akik a Krisztusi, az ő eljövetelekor. Tehát ők fognak feltámadni azután jön a vég, amikor átadja az országot az Istennek és Atyának. Tehát Krisztus átadja az országot az Istennek és Atyának. Amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. És itt jön a magyarázat, 25. verstől. Mert addig kell uralkodnia, amíg minden ellenségét lába alá nem veti utolsó ellenségként a halált törli el, mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Effektív ez jelenti azt, hogy úrá tette őt. Ugye Jézus, amikor visszatért a tanítványhoz a feltámadás után, azt mondta nekik, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez ugyanaz, amit Pálapostor 1 Korintus 15-ben mond, Isten mindent az ő lába alá vetett. Vagy amit Péter mond az egyik prédikációjában, azt mondja, hogy Úrá és Krisztussá tette őt. Ezt jelenti azt, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére, mert Isten mindent az ő lába alá lávetett, Tehát őt bízta meg azzal, hogy ő kormányozza mindent. Isten nem szól bele a kormányzásba. Tehát gyakorlatban az atya nem úr. Mert az atya, ő az úr pozíciót Krisztusnak adta. Izárólagosan. De megmondja Pálapost, hogy ez mit jelent? Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alá vetett. Lefordítom magyarra, tehát, hogy Azért az, hogy minden alá van vetve, azért egyértelmű, hogy azt jelenti, hogy saját magát azért nem vetett nem neki. Tehát Isten, az egyedül igaz Isten, ő továbbra is a szuverén úr maradt a mindenség felett, csak ezt a szuverenitását, ezt Jézus Krisztus által gyakorolja, de a saját önmaga feletti uralmat nem adta át neki. Hát ebből derül ki azt, hogy az atya mindig teje a Krisztusnak, az örökkévalóságban is. És így folytatja, amikor pedig minden alávettetett, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki neki mindent alávetett, hogy Isten legyen minden, mindenben. Ez egy gyönyörű kijelentés, ez egy csodálatos kinyilatkoztatás az örökkévalóság perspektívájáról, tudnék, hogy Krisztus, amikor minden készen van, akkor felajánlja az országot az atyának, és azt mondja, hogy ő visszaadja az ő királyi és úri pozícióját, hogy Isten közvetlenül gyakorolja az ő hatalmát, hogy most Isten mit fog kezdeni ezzel a hatalommal, hogy visszaadja Krisztusnak, mert jól csinálta a dolgokat, azt itt nem mondja el Pál, de én azt gondolom, hogy megszavazhatjuk Jézus Krisztust örökké királynak, mert jól végzi az ő dolgát. De azt mondja Pál Lapostól, hogy ez, ez a kijelentés az örökké valóságba való belépésről, hogy Jézus Krisztus ő vissza fogja adni ezt a hatalmat az atyának, aki neki mindent alávetett, és ő maga is aláveti magát neki. Ez az Isten és Krisztus közötti felcserélhetetlenség, és rendez egy örökkévalóságon keresztül megmarad. Az utolsó szakasz olyan igehelyek, amiket megszoktak kérdezni emberek, ezekre szeretnék még néhány szót ejteni, amik látszólag a Szent Háromságról szólnak, vagy azzal kapcsolatban szokták ezt idézni. Először is rögtön az első lapon a Bibliában ezt olvassuk, hogy a föld pedig kétlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, és Isten szelleme lebegett a vizek felett. Lám, lám Isten lelke már ott volt a teremtéskor is. Nem olvassuk azt, hogy Isten lelke, vagy Isten szelleme bármit is teremtett volna. Azt viszont olvassuk Zsoltárok 33. fejezetében, 6. versben, hogy az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Na most azt tudni kell, hogy az, a görögben is és a héberben is a szellem szó az jelent szelet, jelent leheletet, puvallatot. Szóval tulajdonképpen az Isten hangja, az Isten szájának a lehelete lebegett, rezgett a vizek felett, tehát készen volt arra, hogy teremtsen az Isten szava. Nyilván az Isten szavát, az Isten Teremtő erejét az ő szelleme, sejtem, hát, miben maga Isten szellem. Tehát az mindenhol ott volt, de én azt gondolom, hogy amit ez az ige ki akar fejezni, az az, hogy Isten beszéde volt ott. Az Isten beszéde mozgott a vizek felett, és tele volt teremtő erővel. Egy másik ige amit Jézus Krisztussal kapcsolatban Olvasunk János első fejezet első második versében. Azt olvassuk róla: Kezdetben volt az Ige és az Ige az Istennel volt és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Ez önmagában egy kicsit zavarosnak tűnik most akkor. Oké, okay, az Ige az Isten vagy az I Krisztus, ezt tudjuk. Az Ige Krisztus, az Ige Istennél volt és Isten volt az Ige. Akkor most az Isten Istennél volt. Mi van? Nem nagyon fontos, van névelő, nincs névelő. Tehát azt mondjuk, hogy az ige az Istennél volt, tehát az ige az atyánál volt. Krisztus az atyánál volt, és Isten volt, Isteni természetű volt. Ő kezdetben az Istennel volt. Tehát ez az Isteni ige az Istennel volt. Tehát az Isten volt, az ige, ez a természetéről beszél, és azt mondja, hogy az Istennél volt, ez pedig az egyedülik az Istenről beszél. Egy másik hely, amit felszoktak hozni, hogy Jézus, amikor azt mondja, hogy én is az Atya egy vagyunk, akkor azzal vádolták meg Jézus, hogy te Istenné teszed magad. János 10. fejezetében van ez a feljegyzés, és Jézus erre hivatkozott, egy zsoltárra hivatkozott, hogy Isteneknek mondta azokat, és is, akikhez az Isten beszéde lett, és a 36. versben ezt mondja: Arról mondjátok el, ti, hogy káromlás szól, akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, mivel, hogy azt mondtam, az Isten fia vagyok. Tehát maga Jézus nem azt állította magáról, hogy ő maga az Isten, hanem azt mondja, hogy ő az Isten fia. Tehát tőle született. Tulajdonképpen erről beszéltünk eddig. Na mi a helyzet a nagy misszió parancsal? Ez tűnik a Szent Háromság tanítás melletti legfőbb érnek a Bibliában, és ezért szeretnék erről néhány szót mondani. Máté 28. fejezet 19. versében ezt olvassuk. Menjetek el azért, és tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek nevében van néhány probléma ezzel az ige verssel. fel, hogy Jézus tényleg ezt mondta, tényleg ezt parancsolta a tanítványainak. Hogyha valóban ezt parancsolta az ő tanítványainak, akkor a tanítványok elég rosszul teljesítették ezt a parancsot. Ugyanis, hogyha Jézusnak a parancsa arra vonatkozott, hogy amikor megkeresztelik az embereket, akkor ezt a formulát, ezt a Szent Háromság formulát használják, hogy megkeresztellek téged az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Így úgy szokták, úgy szokták használni ezt, hogy megkeresztellek téged az atyának, a fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Holott Jézus ezt nem mondta. Tehát sehol nem mondta, hogy ez az atya, a fiú és a Szent Szellem ez egy Isten lenne. De, tegyük fel, hogy ezt mondta, hogy így ezt a hármat az apostolok Tény, hogy nem használták ezt a formulát. Vagy legalábbis az, a Bibliában sehol nem olvasunk erről, arról viszont olvasunk, hogy ők következetesen Jézus nevében kereszteltek. Amikor a Szent Szellem kitölthetett pünköstkor, Péter apostol ezt mondta: Apcssel 238. Péter pedig azt mondta nekik: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyáján, Jézus Krisztus nevében bűnétek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. De ez nem egyedi eset volt. A 8. fejezetben, apcsán 8. fejezetében, amikor Samáriában prédikáltak, ezt olvassuk, 16. 17. vers. Mert közülük még senkire sem szállt rá, mármint a Szent Szellem, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket és elnyerték a szent szellemet. pánapostól teljesen világossá teszi, hogy ez nem pusztán egy tévedés volt, hanem ehhez egy nagyon konkrét tanítás kapcsolódott, hogy ők miért Jézus nevében kereszteltek. Róma 6. fejezet 3. versében ezt olvassuk. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Tehát egyáltalán nem valami szent háromság Isten nevében keresztelkedtek meg, hanem amikor megkeresztelkedtek, akkor Jézus Krisztus nevében keresztelkedtek meg. És ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy ő Jézus Krisztus halálába keresztelkedtek meg. Ők Jézus Krisztussal azonosultak, ezt fejezte ki a keresztség, a Jézus Krisztussal való azonosulást. Tehát ez nem pusztán valamilyen ceremónia volt, hogy akkor most csiribi, csiribá, abrakadabra mondunk valami furcsa dolgot, valami szertartásos igét, hanem ez egy nagyon-nagyon komoly azonosulás volt a hívő részéről, hogy ők elfogadják azt, hogy nekik Jézus Krisztusban készen van minden. Ő vele azonosulnak, és ő benne mindazt, amit Isten nekik akar adni, azt meg fogják kapni. Tehát ők Jézus Krisztusba keresztelkedtek meg. Na most az apostoli gyakorlat az ez volt. Innentől fogva felmerül a kérdés, hogy ők voltak azok, akik nem követték Jézus tanítását és parancsát vagy pedig Nízus egyáltalán nem is mondta ezeket a szavakat, csak ez később át lett írva. Mellesleg erre is van bizonyíték, közvetett bizonyíték, ugyanis az első néhány században, amíg a Szent Háromságtan nem alkotta meg a katolikus egyház, addig nem nagyon találunk olyan idézetet, ahol ez a hármas formula szerepelne, viszont olyat találunk, ahol kifejezetten úgy idézik ezt az igét, hogy menjetek el azért, tegyetek tanítván minden népet, és kereszteljétek meg őket az én nevemben. És valószínű, az apostolok gyakorlata alapján sokkal valószínűbb, hogy ez volt az eredeti kijelentése Jézusnak, mert az apostolok odafigyeltek arra, hogy szót fogadjanak Jézusnak. És ők Jézus nevében kereszteltek, és ezt tanították, hogy ennek mi az értelme. De még hogyha úgy is értjük, hogy ez a kifejezés így szerepelt a Jézus szavaiban, akkor pedig az apostolok magyarázatát kell elfogadnunk erről, én a magam részéről ezt fogadom el. Péter apostol ezt mondta: térjetek meg, mármint az Atyához, keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében, tehát ott van a fiú bűnétek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Tehát nem a keresztség zajlik az Atya, Fiú és Szent nevében, mint formula nevében, hanem az egész keresztényi levésnek a folyamata. Az Atyához való, az Istenhez való megtérés, a Jézus nevében való megkeresztelkedés, és a Szent Szellemnek az elnyerése, kézrátétel által, ahogyan az apostolok gyakorolták. Két apcsán 8-ban is van erre utalás, most erre nem szeretnék külön kiterni. Mi a helyzet ezzel a Szentlélek közössége dologgal? 2 Korintus 13-13-ban úgy szoktak erre hivatkozni, mint a, a Szent Háromságos üdvözlési formula. Mint ez egy gyakori formula lenne, egyébként ez az egyetlen hely, ahol Pál apostol három dolgot említ egymás mellett. Itt felolvasom először. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen minnyájatokkal. 2 Korintus 13.13-ban. Hát lám, itt van egymás mellett az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent háromságos formula az a helyzet, ha megnézi valaki Pálapostónak az összes levelét, a kezdetét és a végét, Pálapostól vagy csak Krisztussal, Krisztust említi, vagy az atyát és a fiút. Tehát kegyelem nektek is békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ez egy gyakori formula pállapostól ne. Csak kettőt említ, és egyértelműen azonosítja, hogy az Isten az atya. És Jézus Krisztus pedig ami mi urunk, amit egyébként máshol is mond. De ahogy idéztem is már, János Apostol teljesen egyértelműen írja a levelében, első levele, első fejezet, harmadik vers, ami közösségünk az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal van. Nincs harmadik személy a képben. Az atya és a fiú, ő, az a, ők azok a két személy, akikkel közösségünk van. Hogyan akkor a képbe a Szent Szellem? A Szent Szellem a csatorna, vagy ez a mód, ahogyan közösségünk van az atyával. Efézus 2.18 ezt mondja, mert általában van szabadutunk, mert Krisztus által van szabadutunk mindkettőnknek. egy szellemben az atyához. Tehát ez a szabadút, ez a kapcsolat, ez a közösség. És az atyával van közösségünk, Krisztus által, egy szellemben. Tehát a szellem a csatorna, amin keresztül közösségünk van az atyával. 1 Korintus 12.13. Mert hiszen egy szellem által mi mindjárt egy testé kereszteltettünk meg. Akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok vagyunk, és minnyáján egy szellemmel itattattunk meg. Hát más szóval ez a szellem hozott minket közösségbe. Tehát nem a szellemmel van közösségünk, hanem a szellem által van közösségünk. Istennel és egymással is. A legutolsó ige vagy ige szakasz, amiről szeretnék beszélni, az 1 János 5 hét. Ezt a Károli fordításból fogom idézni, mert új fordításokban nincs is benne, majd megmondom miért. Ezt mondja, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az atya, az ige és a szent és ez a három egy. Tessék, hát nem egyértelmű, ott az atya, az ige, az Krisztus, és a Szentlek is. Az a három, egy. Tehát, atya fiú, szentlélek egy Isten, nem? Először is nem mondja, hogy egy Isten. Másodszor, ez egy betoldás. Ez egy jól ismert betoldás. Bárki felütt egy komolyabb teológiai kommentárt, teljesen egyértelművé válik, hogy ez egy középkori betoldás, nem része az eredeti szövegnek. Konkrétan lehet tudni, hogy hogyan került bele a Bibliánkba de még hogyha benne is van, egyáltalán nem azt mondja, hogy ez egy Isten, a folytatás úgy folytatja, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a szellem, a víz és a vér, és ez a három egy. És az, hogy egy, az nem azt jelenti sem a betoldott szövegben, sem a, az eredeti szövegben, nem azt jelenti, hogy egy Isten, hanem azt hogy egyezik, egy bizonyságot tesz. Ugye, két vagy három tanú minden bizonyság megáll. Ha ugyanazt mondják. Ha nem ugyanazt mondják, akkor hamis tanúk. De ha ugyanazt mondják, ha egy a bizonyságtételük, egyezik a bizonyságtételük, akkor az a bizonyságtétel, az megáll. Tehát nem a személyükben vagy a lényükben egyek, hanem a bizonyságtételükben egyek a szellem, a víz és a vér. És mi az a bizonyság, amit tesznek? Aki hisz Isten fiában, az magában hordozza a bizonyságtételt. Aki nem hisz Istennek, hazuggá tette őt. Mert nem hit abban a bizonyságtételben, amelyel Isten bizonyságot tett az ő fiáról. És ez, a bizonyság, ez az a bizonyságtétel, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, az az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ez az igazi kérdés. Hiszel-e Isten bizonyságtételének? Amivel ő az ő fiáról bizonyságot tett, hogy ki az ő fia, és mi az, amit ő értet tett, hogy ő megelevenítő szellemmélet, életadó szellemmé számodra, és ezt az életet Krisztusban birtokolhatod, ha elnyered a szent szellemet, hogyha újjá születsz szent szellem által. Ez. Az igazi kérdés. Nagyon röviden szeretném összefoglalni, amiről beszéltem. Először is a Biblia szerint egy Isten van, aki az Atya. Ő mindennek a forrása, még magának Krisztusnak is ő a forrása. Krisztus, ő Isten egyszülött fia. És ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ő ugyanazzal az isteni természettel és hatalommal rendelkezik, mint az atya. És ezért nagyon fontos, hogy itt az öröklés törvénye működik. Ami született, az a természetet átörökíti. A szent szellem az valójában Isten szelleme, tehát az atya szelleme, az ő személyes jelenléte, az ő ereje, az ő élete. De, miután Jézus Krisztus emberé lett, visszatért a mennybe és megdicsőült, azután a Szent Szellem, amelyet Isten az ő fiának adott, hogy visszakapta az ő hatalmát arra, hogy újra mindenütt jelen legyen általa, onnantól kezdve a Szent Szellem Jézus Krisztus győztes élete is és ez az, amit hívőként megkapunk, Jézus Krisztus győztes Isten emberi életét, a Szent Szellemet, és amikor ezzel egyesülünk, akkor újjászületünk, születünk, egy új természetet kapunk, és ez az evangélium ereje az öröklés törvénye szerint. Tehát az, hogy Jézus Krisztus Isten egyszülött fia, ez az öröklés törvénye miatt fontos, és az, hogy mi újjá születünk a Szent Szellem által, aki maga Jézus Krisztus. Ez is az öröklés törvénye miatt fontos. Hát valójában az evangélium az ezen az igazságon, az Istenről szóló igazságon nyugszik. Hogyha ezt félreértjük, akkor nagyon súlyosan csorbul az evangélium. Én bízom benne, hogy tudtam egy áttekintést adni, nem volt rövid. Bátorítalak benneteket, nézzétek meg, hallgassátok meg újra, kutassátok az igét. Tusakodjatok Istennel, hogy adjon nektek világosságot ebben a kérdésben. Ne támaszkodjatok emberi hagyományokra, és arra, hogy ezt mondták nekünk, ezt tanították nekünk, ezt tanultuk, ezt mondja a pap, ezt mondja minden egyház. Az a kérdés, hogy te abban a bizonyság tételben hiszel -e, Amivel Isten bizonyságot tett az ő fiáról. Mert az összes többi, ami nem egyezik ezzel, az hamis. Megnézem még, mit írtatok kérdésként, mert annyira hosszú volt, hogy nem tudtam figyelni a kérdésekre. Nagyon röviden még megnézem, hát ha valakinek még van olyan kérdése, amit röviden meg tudok válaszolni, ha nem, akkor utólag a megjegyzésekben bíztatlak benneteket, hogy nyugodtan lehet még kérdezni szívesen ajánlom még olvasni való, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon rövid és messze nem kimerítő összefoglaló volt a témáról. Pásztor Elza írja, kedves hölgy, azt mondta nekünk, nem kell kilépnetek emiatt, van, aki hisz a Szent Háromságban, valaki nem. Most már tudjuk, mekkora jelentősége van annak, mit hiszünk Istenről, hála az Úrnak. Óriási jelentősége van. Én ennek ellenére nem mondanám, hogy ki kell lépni emiatt, akárhonnan is de az a tapasztalat, hogy aki elkezd hinni az igazságban Istenről, az rövid úton, rövid úton megmutatják az ajtót. Pázsolt, nagyon köszönjük a tanítást, érdemes többször is újra hallgatni. Igen, ez amit én is mondtam. Bíztatlak benneteket, ne azért higgyétek el, mert én mondom, kutassátok. Meg lehet újra hallgatni, de az a legfontosabb, hogy az Isten igéből Győződjetek meg! Mint a bére a beliek. Legyetek nemes lelkűek, járjatok utána mindennak, amit hallottatok. Így van, Pásztor ugyanakkor szomorú azt látni, mennyire ragaszkodnak hívők egy logikátlan, nem biblikus dologhoz. Hát ennek sok oka van, erre most nem szeretnék belemenni, miért ragaszkodnak az emberek olyasmihez, ami logikátlan is, nem biblikus. Sajnos, a hívő embereknek a többségét nem az vezérli, hogy biblikus legyen az, amiben hisznek, hanem más indokok. Zárulja be zárva. A mezősi Tamás. János Evangélium elején Jézus, mint isteni, Jézust, mint isteni szemét bemutatja a Biblia, hogyan született, mikor, kívül stb. Gondolom az atya is be van mutatva, viszont a Szent Szellem nincs hasonló kép bemutatva. Így van. A Szent Szellemről nem írja a Biblia, hogy ő most hogyan született, vagy ki ő. A Szent Szellem az Isten jelenlétével van azonosítva a Bibliában. Tamás Mezősi, akik a Szent Szellemet személynek tartják, azzal is érvelnek, hogy érzelmei vannak, például megszomorodik, mert csak személy tud megszomorodni, egy erő nem. Helyesen gondolják azt, hogy a Szent Szellemet személyes tulajdonságokkal ruházza fel a Biblia, egész egyszerűen azért, mert Isten személy. Tehát a szent szellem az nem egy erő, a szent szellem az Istennek, az Atyának a jelenléte. Tehát az Isten egy érző személy. Tehát amikor azt mondják, hogy az én szellememet megszomorították, akkor engem szomorítottak meg, nem valaki mást, tőlem független valakit. Pál Zsolt, remélem senki nem bánta meg, hogy kérésem miatt meg, meg, megszakadt az alkalom a Róma Levél tanítása. Bízom benne, hogy nem. Én biztos vagyok benne, hogy aki kutatja ezt a témát, Róma Levél előtt az Róma Levelet is jobban meg fogja érteni, hiszen ahogy beszéltem róla, ez az evangéliumnak az alapja. Tehát aki szent háromságosan gondolkodik, az az evangéliumot sem tudja megérteni. Lehet, hogy bizonyos részeket úgy, kezd kapiskálni belőle, de az evangélium az nem a Szent Háromság tanon alapul. A Szent Háromságtant a IV. századi katolikus egyház találta ki, pontosabban ők fogalmazták meg, ez történelem. Nézzetek utána, én nem akarok erről különösebben beszélni, meg vitát nyitni, bárki utána nézhet, hogy mi a katolikus egyháznak a története a Szent Háromság tannal, ami engem érdekel, az a Biblia, és az evangélium, és az, amit Isten Krisztusban nekünk adott, a valóság, az igazság, és tudom, hogy akik hallgatjátok ezt a webináriumot, ti is ezt akarjátok megérteni, megismerni és megtapasztalni. Isten áldjon meg benneteket, és Isten áldja meg az ő igét is a szívetekben. Amen.